iskolánk már 6. alkalommal rendezheti meg ezt a versenyt, ennek a versenynek a megyei döntőjét, és nagy öröm ez számunkra, hogy itt láthatjuk Pest megyének a legszebben, legjobban beszélő középiskolás diákjait és a felkészítő tanáraikat. Az, hogy miért szombaton van, az persze érdekes lett, mert korábbi években mindig hétköznap rendeztük ezt, de azt láttuk, hogy az iskolában, amikor tanítás zajlik, ez egy felháborító jelenség, tudom, de elő szokott fordulni hétközben, akkor az egy kicsit zavaró tényező ezen a versenyen, ahol elég fontos, hogy csend legyen, nyugalom legyen, béke legyen, és mindenki a legjobbat tudja kihozni magából. Ezért van az, hogy a szép szombati napon nem odakint rohangálunk és focizunk, hanem ide bendülünk és meghallgatunk nagyon szép szövegeket, remélem. És hogy ez ki lesz ez a 2x2, ez két szemponttól függ, nyilván a felkészültségetektől, illetve a zsűritől. Pécsi Blanka színművésznőnek 1960-ban, tehát alapítványára indult el a Kazinciról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny. Két kategóriában indulhatnak a diákok, gimnázium és szakközépiskolai kategóriában. A megyei versenyről két-két gyermek képviselheti Pest megyét az országos versenyen. A két kategóriának külön zsűrije van. Gimnáziumi kategóriában dr. Koltói Ádám az ELTE tanára, Tarkó Ilona és Sósné Monár Helga iskolánk tanárai zsűriznek. Szakközépiskolai kategóriában Mészáros Ágnes tanárnő, a Kossuth Lajos gimnázium nyugalmazott tanára, valamint Paskó Istvánné, az Ungvári Kereskedelmi Szakközépiskola nyugalmazott tanára, és Somodi Rudolfné, a Táncsics Mihály Általános Iskola magyar tanára zsűrizik. Minden iskola megrendezte a helyi versenyét, és iskolánként két gyermeket nevezhetett a megyei versenyre. A feladat egy szabadon választott 20-21. századi esszé vagy értekezés részletének felolvasása. A megyei versenyen a saját szövegen kívül egy központi, általuk eddig nem ismert szöveget kell felolvasni 5 perc felkészülési idő után. A szakközépiskolai kategóriában 14 versenyző, míg a gimnáziumi kategóriában 22 versenyző méri össze tudását. Gimnáziumi kategóriában Nagykőrösről, Szigetszentmiklósról, Pirisvörösvárról és még 12 iskolából érkezett tanuló. A szakközépiskolai kategóriában Vácról, Pilisvörösvárról, Éldről, Monorról és még 6 iskolából érkezett nevezés. A korábbi évekhez képest változás, hogy a versenyt hétvégén rendezzük, mert szükség van arra, hogy csend legyen az egész iskolában, tudjanak a versenyzők koncentrálni, és ne zavarjuk sem a versenyzőket, sem pedig a tanítást. A mai napon tovább jutott két-két gyermek az országos döntőben Győrben fogja képviselni Pest megyét április 20-21-22-én.